Hiszitek vagy sem, már 1400 napot eltöltöttünk ebben a világban, és ez idő alatt bizony rengeteg dolgot csináltunk már, de még temérdek felfedezni és tennivaló vár ránk. Az előző részben egy elátkozott viktoriánus kúriát húztunk fel, és emlékezhettek még a tökösödése is. Nos, ahogyan eltelt a Halloween, vége lett a boszorkányok éjszakájának, és az átok elmúlt. Hát üdvözöllek titeket ismételten itt, az 1.19-es túlélő Let's Play világomban. Ez itt immáron a 19. epizód. Vágjunk bele! Jó reggelt, jó reggelt, szép kis birodalmam. Na hát, eléggé hiányos még ez a birodalom, ugyanis nem túl sok álombimbó kelt ki egyelőre. De ezen a mai napon változtatni fogunk, ugyanis építkezni fogunk. Lesz még egy bimbó. Emellett pedig, hát van itt nekünk egy barátunk, akiről eléggé elfeledkeztünk az utóbbi időben. És hát ő nem más, mint egy falusi, így van. Kellene a mai nap egy falusi szaporító farm izé-bizét csinálnunk, csak azért, hogy még több kis barátunk legyen, hát ezen a magányos tájon. Emellett, hogyha időnk engedi, még szeretnék a mai nap egy-két küldetést, achievementet is megcsinálni, úgyhogy ne menjetek sehová. Oké, kell magamhoz vennem egy kevéske kis rakétát, valamint egy csónakot. Hát és mondjuk egy munkablokk sem árthat, jó lesz ez a grindstone. Keresnünk kell egy közeli falvat, ugyanis nem tudom, hogy emlékeztek rá, de az előző epizódban sajnos meghalt az a falusi, aki ennek a párja volt, akit végül a hegybe zártunk. Na hát most nagyon szívesen mondanám nektek azt, hogy végtelen lehetőségünk van falusiakat hozni, de sajnos nem, ugyanis a közelben összesen kettő falu van, az egyiket már teljesen kifosztottuk, elhoztuk onnan az összes falusit, valamint itt van még egy, aminek az állapotáról sajnos nem tudok, valahol a közelben található. Kiszúrtam a falut. Oké, megvan. Reménykedjünk, hogy vannak még itt falusiak. Ott látok is egyet. Nagyon szuper, őt szerintem egyből el is fogom vinni. Hellóka, hellóka. Na hát akkor igen, neked bele kellene szállni ebbe a csónakba. Ezt itt kiszedem, ugyanis nem ez lesz a munka blokkod, bár ez is tökéletesen megfelelt volna. Hát megpróbálom elvinni odáig a folyóig, aztán meglátjuk, hogy a bázisunkig el tudom-e szépen rángatni. Hogyha viszont nem, akkor vannak nálam munka blokkok, amiknek a segítségével tudom őt irányítani, ugyanis a falusiak mindig a munkablokkoknak az irányába mennek, hogy felvegyék a munkákat, hát amiket találnak. Szóval azt hiszem, hogy ha itt körbe megyek, akkor talán ott lyukadok ki, de nem vagyok benne biztos, lessük meg! Amíg pedig hazakóborolok ezzel a falusival itt, addig hadd olvassak fel tőletek egy-két kommentet. Itt van például Vastoks, aki azt írta, hogy szia Pörki, nagyon király lett a videó. Minőségi tartalom, amit megszokhattunk tőled. Nagyon szépen köszönöm, valamint megköszönted, hogy ellátlak titeket tartalommal. Nagyon-nagyon jó fej vagy. Örülök neki, hogy itt vagy, és köszönöm szépen mindenkinek, aki kommentelt. Emellett pedig kaptam konstruktív kritikát is, például itt Matyika azt írta, hogy lemaradt a kísértett háznál a temető. Na, majd bepótoljuk valamikor. Köszönöm szépen, hogy emlékeztettél rá. Jaj, hát nézzétek, de engedelmes ez a falusi szépen. Tessék csak erre felé jönni. Nem, rossz fele, rossz irány. Úgy. Már csak pár lépés van a folyóig, ami elvezet minket szépen a helyünkre. Hello, nem mész vissza, hova mész? Igen, közben leszáll az este, és ennek az a nagy hátránya, hogy ilyenkor már a munkablokokat nem követik a falusiak. Viszont szerencsére itt vagyunk már nagyon-nagyon közel, úgyhogy a csónakot is tudom használni. Oké, te akkor most szépen itt maradj el, én pedig ezeket felszedem szerintem, és akkor utána alszom egyet, és megyek haza. Te falusi, figyelj már! Fel kellene nekik tennünk a mostani találós kérdést. Az előzőre azt mondtátok, hogy túlságosan könnyű volt, és igen, egyetértek veletek, túl könnyű volt. Itt van például Orsolya, aki egyből kitalálta. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a válaszodat, te vagy a résznek a sztár kommentelője. Most figyeljetek, ez egy fokkal nehezebb lesz. Nem sokkal, de egy fokkal. Luffy ő, de nem pukkad ki. Lélekmezőt, vegan Sally. Mi az? Kommentben jöhetnek a megfejtések. Lássuk, ki lesz a rész sztár megfejtője. Hajrá, hajrá! Hát, hellóka! Meghoztam neked a társat. Szia! Na, oké, akkor ezt én itt most szépen kiszedem. De ott maradjál, jó? És ne nézzél ilyen bambán. A kis társadat pedig felviszem ide. És akkor most, hogy ez megvan, össze kellene titeket ereszteni. El sem hiszem, hogy a 19. epizódban valami ilyesmivel foglalkozom. Ajajaj, na jó, oké, szóval én itt szerintem kiásom ezt a részt. Nagyon várom már, ugyanis fogunk csinálni egy ilyen falusi, szaporító, akármicsodát, és hát kíváncsi vagyok már rá, hogy milyen lesz. A legelső dolog, amit tennünk kell, az nem más, mint egy nagy-nagy résznek a kiásása.
Na, hát én ennek most már nekiálltam, de ez még bőven nem elég. Tehát lesz itt egy szerkezet, aminek a segítségével tudjuk őket szaporítani, viszont én azt azért szeretném kidíszíteni, ezért nem a nagy barlangba teszem, ahová például a tök farmunkat is, mert hát emlékezhettek rá, hogy ezt csak igazából eldugtam. Ne nézzetek rám így, tudom, igen, rossz vagyok, nem díszítettem ki, de ne ítélkezzetek. Budafalusiak. Na, oké, munkára. Ó, azt hiszem, hogy itt találtam egy geodát, még annak idején. Uhú, itt is vagyok. Oké, nem tudom, hogy miért lettem ennyire hype-olt emiatt a kiásott lyuk miatt, de nem tudom, alig várom már, hogy elkezdjem azt, amit itt szeretnék, viszont közben láthatjátok a timelapse-ben, hogy hát nézzétek, szereztem egy zombi falusit, teljesen random, idejött éjszaka a bejárathoz, úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát, hogyha már így alakult, akkor megfogom, tökéletes lesz, ugyanis nagyon-nagyon szeretnék egy valamit megtenni. Ez nem csak egy villager szaporító lesz, hanem egy ilyen falusi gyógyító központ is. Ide majd csinálunk erre az oldalra egy helyet, ahol egy zombi átváltoztatja majd az újonnan született kis falusiakat, hogy aztán egyből leárazva tudjuk venni a dolgokat tőlük. Nagyon-nagyon várom már. Oké, na de hogy mit szeretnék ezzel a barlanggal? Láthatjátok, hogy itt már elkezdtem kiásni, csak közben eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha közben beszélgetnénk egy kicsikét, és elmondanám, hogy pontosan mi a tervem. Nos, nagyon szeretnék ide egy valamilyen érdekes barlangot, egyfajta láskévet, nem pedig egy építményt. Itt vagyunk a föld alatt, nem akarok a föld alá építkezni feltétlenül, úgysem látszik, szóval arra gondoltam, hogy építhetnénk egy barlangot. Nagyon-nagyon régen építettem már ilyen saját kezű barlangot, ahol ilyen érdekességeket rakunk bele, érdekes növényeket, stb. Viszont ezt most meg fogom tenni, tehát ez nem lesz ennyire sima egyik fal sem, hanem az összeset szépen megcsináljuk, lesznek benne lyukak, lesznek benne geodák is, legalábbis nagyon-nagyon szeretnék, akkor különböző ilyen barlangi részek, mint hogyha egy ilyen elhagyatott kis bánya rész lenne, szerintem az is rettenetesen érdekes lesz. Na de, hogy aktívan cselekedjek és ne csak beszéljek, lemegyek a geodához, amit ugye itt már egyszer megtaláltam, és hát megtaláltam újra a lejáratát. Ez nagyon jó, tök biztonságos, nem megy bele barlangi részbe, szóval ez itt teljesen szuper. Egy valamire tisztán emlékszem, ezt a geodát akkor találtam, amikor a Warden barátunkat vittük fel a felszínre, ugye azért ástam egyenesen lefelé, és hát véletlenül bele ütköztem ebbe a geodába. Éppen a Deep Darkot kerestem, de nagyon-nagyon örülök neki, hogy megtaláltam. Eddig viszont nem tudtam felhasználni, nem igazán kellett semmire sem a kristály, az ametiszt, na de majd most. És akkor most, hogy már az összestől megszabadítottuk ezt a geodát, szerintem lebonthatjuk a falakat is, hogyha teljesen újra fel akarom húzni az egészet ott a felszínen, akkor szükségem lesz mondjuk erre a blokkra is, meg nem ártana egy kis kalcitot is vinni, meg egy kis bazaltot, hogy jól nézzen ki. Oké, azt hiszem, hogy ennyi már éppen elég lesz, viszont itt közben találtam, hogyha jól látom, akkor egy láskévet. Na hát most innen is szedhetünk ki egy-két dolgot, egy-két hasznos dolgot, tehát itt eljövök erre felé, hallom, itt van egy-két zombi, pici zombi, viszont ez itt lejön egészen a Deep Slate-ig. Te jó ég. Hello. Na de nézzük meg, hogy mi van erre felé. Semmi jó, semmi jó. Viszont, ezt nézzétek meg. És te is jössz velem, tökéletes dísz leszel. Oké, hello. Valamint igen, itt is itt hagytam egyet. Jó, kettőt is, hármat is, hello. És ötöt kaptam belőle. Király. Na menjünk vissza szépen geodát építeni. Még egy kis formázás bőven ráfér erre a barlangra. Addig legalább van időm megköszönni még egy jó fejnézőmnek a kommentjét. Itt van például Ádám Szabó, aki azt írta, hogy hosszú ideje nem írt kommentet, de a videóimat követte. Köszönöm szépen, valamint azt is, amit utána írtál. Higgyétek el, egy-egy ilyen pozitív kommentel, srácok, nagyon sokat segítetek a videósoknak mentálisan és a motivációval is. Jó fejek vagytok, köszönöm szépen mindenkinek. Gyorsan lepakolunk! Meg lehetséges, hogy egy sharker box is fog nekem kelleni, csak a cuccainknak, amiből majd építünk.
építkezünk. Egy kis világító bogyó sem fog ártani. Egy dolog, aminek nagyon örülök, az az, hogy itt közvetlenül a bázisunk mellett van egy azalea fa. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Végtelen gyökeres földet, ez az egyik kedvenc fajta földem a coarse dirt mellett, szóval ebből is szedek egy csomót, csak a díszítés végett. De magához a szerkezethez is kellenek anyagok, mint például gyapjú, úgyhogy szedjünk egy párat. Ahhoz, hogy a falusiak szaporodni tudjanak, ahhoz az a helyzet, hogy kell nekünk répa. Ráadásul jó sok. És hogyha emlékeztek még az előző részre, akkor tudhatjátok, hogy a falut felszabadítottuk. Így van, a Frogger elment és itt hagyta a falvat. Elmenekült, mert a falusiak fellázadtak ellene. Na hát akkor, répa. Hello csirke, mit akarsz? Ebből kell nekem nagyjából egy 64, annyi bőven lesz. Ha, mondtam én. Irány haza. És most, hogy már minden megvan a kis farmhoz, építsünk. Az egyik legfontosabb dolog a szerkezetnek a működéséhez az a 3 darab piros ágy. Igen, nem más színű, piros, mert mindig azt akarjátok. Most pedig következik a villager kibocsátó állomás 3 blokk mélyen, és ezután pedig el kell itt ásni. Ó, igen, itt kicsikét arrébb kellett vinnem. Au, au, au. Ha így néz ki felülről, akkor elvileg az szuper. Majd szépen ide jön egy üveg, aztán ide egy redstone fákja, aztán szépen így belépcsőzöm. Pak, pak, pak. És akkor a sínek csak azért, hogy el tudjam őket majd szállítani oda be, ahol átváltoznak végleg zombivá. És akkor befejezzük a kiadogatót. Szóval, hogyha minden igaz és ezeket ide betöltöm, akkor minden egyes alkalommal, amikor ide jön majd egy falusi, ez itt szépen elviszi nekünk arra felé, szuper. Idefelé majd rakok még egy pár ilyen redstone-os sínt, csak azért, hogy működjön automatikusan, de ez így nagyon szuper lesz. Na, de vissza oda be szépen. Így né. Ahhoz, hogy mi hamarabb használhatóvá váljon itt ez a kis farm, gyorsan lehelyezek ide egy vizet, szépen ide eldugom, majd pedig kicserélem ezeket a köveket földre. Mindenhol, igazából, egészen így idáig. Pontosan így. És hogyha már a víznél tartottunk, akkor ide is le kell helyezni egyet. Mindenképpen, ez nagyon-nagyon fontos. Ebbe fognak majd beleesni a falusiaink. Ezt is mindjárt megcsináljuk, csak előtte még szeretném itt igazából berépásítani ezt az egész helyet. Ezt itt például nem szedtem ki, nagyon-nagyon gyorsan megcsinálom, és akkor jöhetnek a répák. A falusiaink ezzel fognak majd gazdálkodni. Maradjunk annyiban, hogy hát ezzel kedveskednek egymásnak. És akkor most jön a komposztáló, ide jön egy, valamint itt lesz majd egy csapóajtó, ez nagyon-nagyon fontos, és akkor lesz még egy csapóajtó, azt hiszem, hogy valahol itt. Ez a farma kép működik, hogy éjszakánként a falusiak megpróbálnak belemenni, ugye az ágyas részbe, de nem tudnak emiatt a csapóajtó miatt, meg hát nyilván ugye ez is itt el lesz zárva, viszont a kicsik megpróbálnak majd átsétálni, mert ők átférnek, csak hát a nyitott csapóajtó miatt ide szépen beleesnek. Nincsen már hátra más, csak a barátainknak az elszállítása, így ide, úgyhogy igen, ez egy érdekes folyamat lesz. Ideiglenes blokkokat helyezzek itt le, amiknek a segítségével be tudom őket terelni ide, úgyhogy reméljük a legjobbakat. Talán örülnének neki, hogyha lépcsővel levezetném őket, gyerünk, gyerünk. Meg is vagyok, mind a kettőnek megvan a munkája, ennek nagyon-nagyon örülök. És hogyha minden igaz, akkor elkészültünk, nem tudják ők letaposni ezeket a répákat, szóval minden rendben, szépen beültetik majd azokat is, ahonnan már kiszedték, nagyon-nagyon szuper, és hát akkor nem maradt más dolgunk, mint díszíteni. A kedvenc részem, úgyhogy csináljuk. Az első legyen mondjuk a geóda. Ez itt egy tökéletes helyszín neki. Így szépen megfogom és ezeket a bazaltokat kirakom a szélére, tehát így például mondjuk így ide. Oh, hello, au, nesze, és akkor amint ennek a végére érek, így szépen, akkor azután jöhetne mondjuk az, hogy a bazalt helyett kalcitot rakok ide. Tehát ezt a szép fehér blokkot szépen így megfogom, és ide a belsejébe. Oké, a forma eddig jó, és akkor most jöhet az ametiszt blokk. Szerintem itt végig ilyet fogok használni. És akkor eljött a kristályoknak az ideje. A legeslegjobb, hogy ezek még egy picikét világítanak is, ami azt jelenti, hogy egy kis extra fényt kapunk ide, ami amúgy shaderrel nagyon jól fog kinézni. Viszont talán ez itt építés közben
közben a legjobb alkalom arra, hogy megkérjelek titeket, hogy lájkoljátok ezt a videót. Nagyon sokat segítetek vele, semmibe nem kerül, és kisegítetek az algoritmussal. Köszönöm szépen! Meg annyiszor említettem már, hogy ez itt egy láskév lesz, úgyhogy szerintem épp itt az ideje egy picikét bújjábra csinálni az egészet. Tehát arra gondoltam, hogy ez itt végig mehetne teljesen, mondjuk így ebbe az irányba. Egy kicsikét így leveszek a sűrűségéből, meg egy-két extra növényt is hoztam ide, tehát hoztam például lombokat, meg hoztam picike drip leafet, hát ezek nagyon-nagyon fontosak, de mint látjátok, az egész meg van szépen tervezve, ki van találva. És hogyha eddig hiányoltátok volna a lépcsőket vagy a falakat, ne féljetek, azok is itt vannak. Csinálunk egy pár ilyen kissé lelógó részt, mondjuk így például ide, tehát jöhetnek ilyen cseppkövek. Hát nem pont cseppkő blokkból, mert az éppen nincsen, de hát valami hasonlóból. Ide is jöhet egy lépcső, meg ide is néhány fal. És akkor ez még nem minden, ugyanis szeretném, hogyha lenne néhány sáros része is ennek a barlangnak. Így né, minden sáros, még a plafon is, ugyanis ne feledjétek, hogy ez itt az álomrózsának a gyökerénél van, ami azt jelenti, hogy akár gyökereket is rakhatunk ide, és hát én azokat előszeretettel szeretek építeni. A lombosítást se feledjük el néhol. És hogyha egy kis extra világításról van szó, akkor ezekre a lógó fénylő bogyókra mindig lehet számítani. Csak egy kis csontbor kell hozzá. Kezd már nagyon jól alakulni ez a kis barlangi hangulat, na de nem áll szándékomban ezt itt így, hogy egy kicsikét szeretném dekorálni, díszíteni, már amennyire lehet. Tehát ide egy kis extrát mondjuk, majd így végig az egészet, egy picikét ilyen növényesebbé tesszük. És akkor végül az üvegek. Hát nincsen szuper helyetek itt, he? He? Szerintem nagyon szuper helyetek van itt. Nézzétek meg, itt van egy geoda, és itt van egy csomó-csomó növény. És akkor végül így lezártam az egészet. Nos, így néz ki jelenleg, és hát valószínűleg így is fog maradni. Viszont ez a rész, na ez a rész, ugye itt lesz az átváltoztatás. Na itt szeretnék egy kis érdekességet csinálni, azonnal meg is mutatom, hogy pontosan mire gondoltam. Semmi extra, csak egy régi elhagyatott bánya. Az ilyeneket én eléggé szeretem, szóval úgy gondoltam, hogy most kijelölök egy-két ilyen oszlopot, és mondjuk nem is tudom, így három blokkonként lerakok egyet belőle, és a legvégén pedig megérkezünk majd az átalakítóhoz. És akkor amint ezzel megvan, vagyunk, jöhet is a boltívesítés. Na várjatok, egy pár lámpás azért még hiányzik nekem, mondjuk így egy 6 darab. És akkor meg is vagyok. Na és akkor annak a végén fog megtörténni szépen az átalakítás. Egy pár ilyen bemélyedés azért nem árt a falban, és végül már csak pár darab kerítés kell. Most, hogy áttettem őt ide, szépen ezt is így el lehet keríteni, pontosan így. És akkor, amikor szükség van rá, mindig beengedünk oda majd szépen egy falusit. Na hát akkor ezt itt szépen elzárjuk, valamint ezt itt úgy gondolom, hogy kiüthetjük, ugyanis van nála egy blokk, ami azt jelenti, hogy nem fog diszponolni. De azt szeretném, hogy adjatok neki névötleteket. Szóval hajrá, mi legyen a zombinknak a neve. Addig pedig még egyszer itt hagyhatom a blokk miatt. És akkor ez lesz itt a mi kis átalakítónk. Talán még itt egy-két kis javítás így ráfér, mint például oda rakhatnék egy-két ilyen dísz, csak hogy egy picikét barlangosabb legyen, így ez a hátsó rész. Íme. Most pedig már csak azt kell megvárni, hogy a kis barátaink elkezdjenek szaporodni. Remélem, hogy hamarosan elkezdik, talán egy kicsikét rásegíthetünk azzal, hogy dobunk be nekik egy pár répát, hogyha megtalálom. Eléggé nagy káosz van most az inventorimban. Tessék, tessék, répa, répa, van itt mindenkinek, úgy-úgy mind a ketten tudtok szépen felszedni. Hajrá, hajrá. Na, hát én akkor drukkolok nektek, most pedig várjunk egy kicsit, hát ha. Úgy érzem, hogy már túl sokat vártam a falusiakra. Amikor itt állok, akkor megzavarom őket, és dühösek lesznek, ha pedig nem vagyok itt, akkor nem csinálnak semmit. Úgyhogy egy kicsikét most így hagyom, majd talán a következő epizódra lesz belőle valami, addig meg szépen maradjanak ott el. Na és akkor itt megcsináltam a bejáratot is, még itt majd a falakat kicserélem. Most jelenleg úgy néz ki, mint egy ilyen nagyon elhagyatott, bozótos bánya lejárat. Nekem ez nagyon tetszik, olyan, mintha megpróbáltuk volna felfedezni, ugye az álomrózsának a gyökereit, és hogyha már
pár álomrózsa. Az előző epizódban, emlékeztettek el, hogyha nem, akkor megmutatom, készítettünk egy ilyen mély farmot tulajdonképpen. Ez itt van a tök farm mellett, ugye szépen el van dugva, ilyen sok tököt termelt csak azóta, amióta építettem a falusiaknak a kis helyét, de hogyha itt tovább jövök, akkor ide raktam a méheket. Na most, tehát megegyezhetünk abban, hogy ez így nagyon rosszul néz ki. Úgyhogy úgy vagyok vele, hogy a mai nap egy szép kis méhészházat lehetne nekik csinálni. Hogyha már itt vagyok, akkor kiszedem a lépet, ez gyertyára mindig jó, ugye a tábortűz miatt nem támadnak meg engem, szóval akár ilyet, lépet, akár mézet tudok szedni, és hát át kellene őket vinni egy jobb helyre, egy sokkal jobb és szebb helyre. Ezért nagyon szeretnék egy olyan stílusban építeni, amiben már nagyon-nagyon régóta nem építettem, és ez nem más, mint a mediterrán per spanyol stílus. Nagyon szeretem, és hát rég nem volt már lehetőségem használni, úgyhogy mit szólnátok hozzá, hogyha összegyűjtenénk az anyagokat, és elkezdenénk. És akkor azt mondom nektek, hogy nagyjából már mindent sikerült megszereznem, itt vannak ezekben a shulker boxokban, ez így bőven elég lesz. Szerintem álljunk is neki, let's go! Szélsebesen válasszuk is ki azt a bimbót, amiből az álom ki fog pattanni. Igen, ez lesz az. Felépítettem scaffoldinggal, állványjal, amit annyira nem szeretek, de ez alatt az építés alatt muszáj volt sokat használnom, mert hát magasan vagyunk, hogyha megfigyelitek, ez az első olyan álom, aminek kettő ilyen lelógó dísz része van. Igen, ez azért van, mert széles. És hogyha már a szélességről beszélünk, a legszélesebb részén felhúztam ezt a kis tárolóházat. Ez nem lesz annyira érdekes, itt csak a ládák lesznek, valamint a hordók, ahol eltárolhatjuk majd a mézet, valamint a lépeket. Az, ami igazán érdekes lesz, az az üvegház. Itt is van, itt lesznek a méheink, itt fognak majd élni, itt lesznek a növények. Ezt próbáltam díszesre, szépre, részletesre csinálni. Ezután pedig jöhetett egy kémény, valamint a mangrovetető, végre tudtam azt is használni. De megvagyunk, elkészültünk. Oh, hello! Visszajöttem! A béka telepünk után elkészült végre a mély telep is, íme így néz ki. Végül még egy kicsikét a timelapse-ot kiegészítettem egy-két ilyen kiugró résszel, csak hogy részletesebb legyen, egyszerűen imádom, viszont van itt még valami, amit meg szeretnék nektek mutatni, még mielőtt tovább megyünk. Igen, jól gondoljátok, működik srácok, vannak már pici falusiaink, itt vannak, hallom is a hangjukat, íme. Az egyikük már fel is nőtt, valamint itt még van egy-kettő, gyorsan derítsük ki, hogy mennyi. Let's go, menj csak ott fel szépen. Oké, még egy nagyon szuper, ő még egyelőre ott maradhat, viszont ezt nézzétek, itt van a falusink, és hogyha szeretnénk, akkor igazából őt már át is változtathatjuk zombivá. Nézzétek meg, hogy hogyan működik. Szépen ezt ide leteszem, ezt itt kinyitom, hagyom, hogy átmenjen a másik oldalra, bezárom, majd egy kicsikét hátrébb megyek, hogy ráfigyeljen a zombi, és ne rám. Akkor itt most szépen áthozzuk ide, és végül ezt ide rádobjuk, valamint jöhet az aranyalma is. Yes! Most pedig türelmesen várunk. De hogy várunk türelmesen, van éppen elég dolgunk. Itt van rögtön az új méhészházunknak a berendezése. Hát csak nem gondoltátok, hogy ez majd telepakolja saját magát? Nem, nekünk kell megcsinálni, mint a plafont, mint a padlózatot, valamint ezt a részt is itt. Aztán csak azért, hogy egy kicsikét ellensúlyozzam ott a fenti részt, sima ókszlebet használok ide. Ez itt tökéletes lesz szerintem. Valamint én úgy érzem, hogy egy második szint is elfér még itt. Oké, akkor ezt a fönti részt itt teleraktam. Szépen csesztekkel, ez így nekem teljesen megfelel. Ide még lehetne rakni egy-két csapóajtót. És akkor ne feledjük el, hogy be kell zárni a méheinket, tehát itt vannak az ajtók. Remélem, hogy nem bugolnak át ezen, régen mindig eltűntek a méheim, reméljük, hogy ez most nem így lesz. Nos hát, akkor az előszoba része az egyelőre így fest, itt vannak a csesztek, valamint a hordók ezen a kettő különböző szinten, és akkor itt lesznek majd a méhek. A csapóajtókat azokat ide rakom, nagyon remélem, hogy nem bugolnak át rajta és égetik meg magukat. Szerintem ide fogom kb. Rakni ugye magukat, a kaptárakat, csak hogy nehogy baj legyen. Nem nagyon szeretném a fészkeket használni, amik természetesen generálódnak. Az nem lenne annyira szép, mint hogyha mondjuk ilyen kaptárakat raknék ide. Ez itt sokkal mesterségesebb, tehát ezek igazi kaptárak, nem pedig fészkek. És akkor a világítást is megoldjuk szépen világító bogyóval, így, és akkor nem lesz szükség fáklyákra sem.
Hello, hello! Megjöttem. Ó, de jó, hozom is a virágot, nagyon szuper, azokat is elviszem innen, kelleni fognak. Úgy, nagyon ügyes vagy, már csak egy pár lépés van, akkor betollak így. És akkor ideiglenesen le kell ide dobálnom a fészkeket, csak azért, hogy a méhek majd nappal kijöjjenek belőle, és megtalálják az új otthonukat. Úgy, ez az méhek, gyertek csak ki szépen, gyertek, nem akarom, hogy akárki is bent maradjon azokban a fészkekben, senki nem marad bent a fészkekben, ugye? És hogyha már beszéltünk achievementekről, nos hát, mint tudjátok, vannak itt nekem ezek az elszórt részblokkjaim, szépen ezt ide rárakom, és akkor meg is kaptam ezt az achievementet, valamint, hogyha leveszem, akkor megkapom a másikat, így van, ez így tökéletes. Emellett még van egy-kettő, gyorsan csináljuk meg azokat is. És az utolsó... ebben még volt! Igazából az egész annyi, hogy lerakunk ide egy mézblokkot, valamint ide felugrunk, és akkor itt megpróbáljuk az esésünket csökkenteni azzal a mézblokkal. Whoop! Meg is van, ez az. Ám ha hiszitek, ha nem, srácok, elérkeztünk az epizódnak a végéhez. Felolvasok nektek egy kis részletet abból, amit írtam a feljegyzésünkbe. A rengeteg oldalnyi mese után itt van egy kicsikét rövidebb feljegyzés is. Mély kaland. A mai napon örökbe fogadtam a környék árva méheit. Az álomrózsa egy csodás spanyol üvegházzal lett gazdagabb, ami tökéletes otthon biztosít az ümiknek. Nem minden nyugodt azonban. Valami közeleg. Érzem. Igen, srácok, a karakteremnek van egy megérzése. Valami közeleg. De ki tudja, hogy mi az? Nos hát, a következő epizódok egyikéből kiderül. Addig is vigyázzatok magatokra, ne felejtjétek el, a tea bizony mindenre jó. De hellóka, sziasztok, pápá!